Tudásfejlesztés és hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen címen fut pályázat jelenleg is a felsőoktatási intézményben. A projekt céljai között szerepel például a képzési kapacitások modernizálása, az oktatási innováció megvalósítása és a felsőoktatás elérhetőségének javítása. Vendégünk a stúdióban Pásztorné dr. Batta Klára, a projekt egyik alprojekt vezetője. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Pontosan milyen elemekből áll ez a projekt, és hogyan próbálja ezeket a célokat megvalósítani? Mikor indult egyáltalán? 2017 májusában indult, ez egy 30 hónapos időtartamú projekt, 2019 január végén fejeződik be, tehát már a fél időn túl. 2020, nem? Bocsánat, 2020 január 31-én fejeződik be, tehát már a fél időn túl vagyunk. Már sok minden megvalósult, illetve hát a folyamatában van a megvalósulásnak. Hát a tudás hasznosítás, tulajdonképpen ugye ez a tudásfejlesztés ennek a projektnek a legfőbb célja. Ez legfőképpen azt akarja, hogy a modern munkaerőpiacra olyan hallgatókat engedjünk ki, akik az új kihívásokkal szemben föl tudják venni a versenyt, illetve hát a fonalat, illetve el tudják látni azokat a feladatokat, amelyeket rájuk bíznak. Mik azok a főbb irányok, amiket megfogalmaz a pályázat? Hát több alprojekt is van, többek között például az idegen nyelvi képzés. Tudjuk, hogy ez nagyon fontos, és nem csak a hallgatóknak a idegen nyelvű képzése és a képzés fejlesztése, hanem az oktatóknak is. Ugyanakkor például nagy probléma a lemorzsolódás, ennek a csökkentése, ezért ilyen felzárkóztató programokat indítunk, főleg azokon a szakokon, azokból a tárgyakból, ahol nagy a lemorzsolódás. Egy picit még időzünk el az idegen nyelvnél, hiszen nagyon sokáig óriási probléma volt a nyíregyházi főiskolán még annó, hogy azért nem kapták meg a diplomát a hallgatók jelentős számban, mert nem volt meg a nyelvvizsgájuk. Hogyan alakul ez azóta? Abszolút javuló tendencia van, mert már akik bejönnek a képzésbe, már jóval nagyobb számban, legalább 30%-nak van középfokú nyelvvizsgája, tehát innentől kezdve ez már a kimenet szempontjából is sokkal pozitívabb lesz, és hát ezen a projekten belül is akár ilyen nyári kurzusokat is indítottak a kolléganők, amelyek próbálják segíteni hallgatókat, hogy mire végeznek, addigra a nyelvvizsgát is tudják teljesíteni. Amennyire én tudom, vannak olyan tantárgyak, amit akár idegen nyelven is lehet hallgatni. Igen, hát ez most már elvárás is a felsőoktatásban, tehát a mintatanterekben jelölni kell olyan tárgyakat, amelyeket idegen nyelven is hallgathatnak, és egyébként ebben a projektben készültek új modern digitális tananyagok, fejlesztettek új digitális tananyagokat, amelyel szintén az oktatásnak a minőségét, az ismeretszerzésnek a modernizálását, minőségét próbáltuk javítani. Ez a sport területén is, nálunk is, az intézetben is készültek ilyen tananyagok, amelyek majd most fognak a következő tanévtól bevezetésre kerülni. Maguk az oktatók is képződnek ebben a projektben, például ezeknek az új technikai eszközöknek a használatában? Abban is, mondom, ilyen idegen nyelvű, különböző szinten vannak idegen nyelvű képzések is. Nyilván ahhoz, hogy valaki tudjon idegen nyelven oktatni egy tárgyat, az elég magas szinten kell tudnia, itt legfőképpen angolul zajlanak ezek. Hány oktató vesz részt ebben a programban, hogyha erről lehet beszélni? Fú, erről most pontosan nem tudok, azt tudom, hogy angol, mert én nem ennek a projektnek vagyok a projektnek a vezetője, de angolból 3 csoport is volt, olyan 15 fő volt csoportonként beosztva tanárok közül, tehát ez az már kapásból majdnem egy 50 fő, de volt tudomásom szerint németből is, de főleg az angol nyelv volt az, ami nyilván a legszükségesebb és a legnépszerűbb volt. Mennyire fogékonyak a hallgatók egy-egy ilyen idegen nyelvű kurzus bevállalására? Hát ez változó. Ez változó. Nyilván szakoktól is függ, tehát a szakokon lévő hallgatóktól is függ, mert például nálunk az osztatlan tanárképzésben nagyon le vannak terhelve a hallgatók a készszakos képzésben, de mindenféleképpen megtalálják a kollégák azokat a szegmenseket, azt a hallgatói réteget, akiknek szükségük van erre,
és nyilvánvalóan megpróbálják őket mindenféleképpen motiválni, bevonni ezekbe a képzésekbe. Ugye a projektnek az elsődleges célja az, hogy olyan munkaerőt kapjon a gazdaság, amit igazán jól tudnak használni az igényeiknek megfelelően. Ehhez nem csak elméleti tudásra van szükség, hanem egyéb kompetenciákra is. Ezeket az egyéb kompetenciákat hogyan segíti ez a projekt? Igen, hát ugye épp testben, épp lélek, mint ahogy szoktuk mondani. És a projektban külön egy kötelező elvárás volt, hogy a projektnek a bizonyos százalékát az egészségnevelésre, a felsőoktatásba kellett fordítani. És ez körülbelül 20 millió forint a projektből, amit kifejezetten a mi intézetünk, a Testnevelési és Sportolományi Intézet koordinálja ezt a programot. Az a cél, hogy minél jobban megmozgassuk az egyetemistákat, hiszen most már jönnek be azok a hallgatók, akik mindennapos testnevelésben részesültek már a középiskolában is. Tehát bízunk benne, hogy egyfajta szokásrendszer is kialakult náluk, tehát próbáljuk a felmerülő igényeket is újszerű mozgásformákkal kielégíteni, és próbálunk olyan programokat kínálni, amelyek, hogy így mondjam, akár a munkaerő piac elvárásai szempontjából a fizikai felkészültséget, a fittséget is fejlesztik náluk, és érdekesek is, élményszerűek. Például tudtunk beszerezni nagyon jó modern kerékpárokat, Tokajba szerveztünk kerékpártúrákat, magashegyű túrákat a Magas Tátrába, ilyen outdoor programokat, tehát törekszünk arra, nem csak a hagyományos sportágak, már azok is működnek is, pályáslabdarúgás, B33, röplabda, aerobik, tehát a hagyományos sportágokat is még tovább fejlesztettük, illetve próbáltunk, techból asztalt vettünk, amelyek újszerűek, érdekesek, és talán megtalálják azokat a mozgásformákat, amelyeket majd életük végéig szívesen fognak végezni. Amellett, hogy nagyon fontos, hogy olyan generációk nőjenek fel, akik felnőttként abszolút igénylik a mindennapos mozgást az egészségük érdekében. Nem csak a testi, a fizikai egészségükre van ez nagyon jó hatással. Gondolok arra, hogy a rugalmasságot, vagy egy csapat szellemet jobban el tudnak sajátítani, ami azért igen fontos a munkaerőpiacon is. Hát igen, meg ugye a kooperatív együttműködést. Tehát a mai fiatalokat elég nehéz a laptop, a tablet, meg az okostelefon elől kimozdítani, felállítani. Azért látjuk, hogy ez egy óriási probléma, egyfajta függőség van kialakulóban. Tehát nagyon fontos lenne, hogy valóban megnyerjük őket annak, hogy egyáltalán szokásrendszer legyen, hogy élményszerű tevékenységet végezzenek, mert ez az én hitvallásom, hogy mindenkinek meg kell találni azt a sporttevékenységet, amiben örömét leli. Nem azért megyek le futni, mert muszáj futni, mert tudom, hogy egészséges, nagyon jó, ha ezt tudom, és ezért is lemegyek, de azért, mert szeretek futni, vagy szeretek focizni, vagy szeretek röpizni, vagy éppen úszni, tehát nagyon fontos megtalálni, és ehhez sokféle tevékenységet, sportmozgást kell kipróbálni. Erre ad lehetőséget ez a program? Igen, igen, tehát pontosan ez volt a cél, hogy új sporttevékenységet is bevonjunk, esetleg olyanokat legfőképpen, hogy szabadban is lehet űzni, amihez nem kellenek esetleg olyan feltételek, ami abban a környezetben, ahova ő kikerül, például egy falusi iskolába, esetleg nincsenek meg, hanem például ilyen outdoor tevékenységet is tudjon űzni. Mennyire fogékonyak erre a hallgatók? Én úgy gondolom, hogy igen, és még egy olyan motivációs bázisa is van ennek a programnak, ami úgy gondolom, hogy egy elég fontos bázis, hogy aki a legtöbb ilyen sportprogramon részt vesz, gyűjtik a pontokat, most januárban egy ingyenes sítáborban részt vehet a pályázat finanszírozásában, ahol megtanítjuk őket sízni, egy hétig biztosítjuk a felszerelést, utazást, étkezés, síbérletet. Tehát minden eszközzel megpróbáljuk motiválni a fiatalokat arra, hogy elmozduljanak az egészséges életmód a testmozgás irányába. Pásztorné dr. Batta Klára, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.